A hét elején elkezdte a felkészülést az új szezonra a nyíregyházi kosársuli. A Szent Imre gimnázium csarnokában a serdülő, kadett, junior és felnőtt játékosok számára kötelező jelleggel, a gyerek, a kenguru és az előkészítő csoport tagjai számára pedig lehetőségként vezényelnek edzéseket napi két alkalommal. Délelőttünként inkább az előléti munkán, délutánonként pedig a technikai képzésen van a hangsúly. Ahogyan az lenni szokott, az NKS-nél is voltak változások a nyári szünetben. A kirakatot jelentő, ősztől az amatőr nemzeti bajnokság erősebb csoportjában induló felnőtt csapattól távozott Papp Klaudia és Takács Anna, így Farkasinszki Gyuláni a korábbinál is több fiatalt küldhet majd pályára. A felnőtt játékos, hogy úgy veszük, nem sok távozott meg, kettő, de a négyből kettő az már sok, tehát az azért 50%-os csökkenés, és ugye nekünk a 2000-eseink is végzős 2000-esek voltak, tehát hogy ők is sikeres felvételítettek, és ők is tovább tanulnak. Nekünk a négy ember hiánya is nagyon sokat jelent, főleg azért, mert ugye az utánpótlás korú játékosokra nagyobb teher nehezedik. Próbálkoztunk azzal, hogy esetleg továbbtanulásra játékosokat hozni, de nem egyszerű. Tehát annyira Pest-orientált a továbbtanulóknak a létszáma, hogy nagyon nehéz vidékre bármilyen gyereket is hozni. Ettől függetlenül azért vannak érkezőink, mert Úzdról Pepl 4 játékos az, aki érkezik hozzánk utánpótláskorba. Farkasinszki Orsolya eddig is a rutint képviselte a pályán, de a jövőben még több feladat hárulhat majd a szülés után az előző szezon hajrájában visszatérő centerre. Én várom ezt az évet, megmondom őszintén, és a lányoknak is ezt mondtam, valóban fiatalok vagyunk, szerintem ennyire fiatal csapatunk még sosem volt. Ettől függetlenül mindennek örülni fogunk, tehát egy jó kivédekezett támadásnak, akár a lepattanónak, bárminek. És azt gondolom, hogy ezzel az évvel a lányok nagyon sokat fognak tudni fejlődni, és bízom benne, hogy a következő évben már ők lesznek majd a meghatározó játékosok, akik mellé a fiatalabbakat be tudjuk építeni. A nyíregyházi kosársuli a jövő hét végén a serdülő kadett és junior csapatával Zalakarosra utazik egy felkészülési tornára. Augusztus végén pedig ebben a három korosztályban saját tornát rendez az NKS 6-6 csapat részvételével.